is, a gyerekeinknek is, unokáinknak is legyen hazája. Nagyon jól tudjuk, hogy volt, aki azt mondta, hogy fölvásároljuk Magyarországot. Ez jó lenne, ha elkerülnénk, hogy valaki ezt fölvásárolja, ezt a mi hazánkat. Nem eladó. A mi hazánk nem eladó, a mi népünk egy olyan nép, aki 600 év ezelőtt ilyen falat tudott húzni. És még ma is áll. Erre legyünk büszkék. A mi népünknek nem kellett 40 éve csavarodni a sivatagba. Tudták hova kell hazamenni, hazajöttek. Itt volt a hazájuk, a Kárpát-medencébe, ami olyan dolog, mint a gyereknek a bölcső. Körbeveszi a Kárpát-medence ezt a hazát, óvja. Itt nincsenek földrengések, itt nincsenek cunamik, itt nincsenek nagy viharok, itt meg lehet gyönyörű szépen élni, békébe, persze természetesen minden embert megbecsülve. Első István kerek megmondta, hogy fogadjátok be az idegeneket, de azt nem mondta, hogy adjatok nekik pozíciót. Azt nem mondta, hogy szolgáljátok őket. Csak azt mondta, hogy fogadjátok be őket. És én gondolom, hogy ezek a pár mondatból tudjuk azt, hogy miért vagyunk itt együtt. Kívánom, hogy minél sűrűbben gyűjjünk össze, ha hároman, akkor hároman, ha öten, akkor öten, ha százan, akkor százan. Beszéljünk a múltunkról, legyünk rá büszkék. Itt vannak ezek a falak, mutatják, hogy nekünk van mire büszkének lenni. Tessék azt elképzelni, hogy mikor a magyarság vonult ide a Kárpát-medencébe, az mekkora produktum volt, hogy emberestű, férfiastú, gyerekestű, mindenestű át tudtak vonulni a Kárpátokon, több száz kilométerről, mindenféle baj nélkül megérkeztek a hazába, az óhazába. Tehát azt kérem, én azért szerveztem ezt a testet, ezt a délutánt, hogy találjátok egymásra, találkozzatok egymással minél sűrűbben, és ne az ellentét legyen köztetek, nem baj, az a szomszéd gazdag. Az a jó. Segítsétek egymást. Ez volna a kérésem, és nagyon boldog további szép estét kívánok mindenkinek. És mindenkit várok a vacsorára, persze természetesen. Majd a vacsora után még megköszönjük azoknak, akik segítettek, Móra úrnak, egyéb, annak is, akik sokan, akik segítettek bennünket ebben, hogy az megvalósuljon. Vacsora után meg kell mindenkinek majd köszönni, és azzal fog zárulni a mai este. Köszönöm szépen! Annyiban, hogy fölkérném dr. Béres Máriát, hogy tartsa egy rövid megemlékedést Ecserfalu, a hajdani Ecserfalu történetéről, és ennek a romtártamnak a történetéről. Hallgassátok szeretettel! Szeretettel köszönök minden vendéget itt ebben a domokkal körbeölelt kis térben, és ha lehet, akkor én is azt kérném, hogy jöjjenek kicsit közelebb, és azt is kérném, hogy egy pillanatra humják le a szemüket, mindenki humja le a szemét, és aztán próbálja elképzelni azt, hogy körülbelül 1000 évvel ezelőtti időszakba visszarepülünk, és egy régész hogyan vezetheti, hogyan próbálja megidézni önök számára, hogy azt a misztikumot, hogy önök, akik kívül állnak, a templom körül temető sírjain állnak, akik belül állnak, a templomban állnak belül, de alapvetően tudniuk kell, hogy a középkorban a hívők nem a templom hajójában foglaltak helyet, hanem a templomon kívül volt számukra a hely. Ecserfaluról nagyon keveset tudunk, a források alig szólnak róla, és komoly régészeti kutatás nem volt ebben a tekintetben, és mivel okleveles adataink nincsenek, a régészet lehet az egyetlen, amely méltóképpen megfelelő mennyiségű forrásadatot szolgáltathat feltárások révén a faluról és a templom történetéről. Mégis sok mindent tudunk. Először is tudjuk azt, hogy 1920-as években Csallány Gábor itt föltárt 6 sírt, és a 6 sír leletei közül az egyik sírban találtak egy Első András dénát, amely úgynevezett koporoskor, vagy tálon pénze, amelyet a halottal temettek el, és ugye időben azt jelzi, hogy a 11. század közepén egy valószínűleg temető volt. Hogy templom állt-e már akkor, nem tudjuk. Ha viszont ránézünk a templomnak a falazatára, akkor azt látjuk, hogy vannak olyan réti mészkő kváderek benne, amelyek korai templomainkra jellemző, tehát óvatosan azt gondolhatjuk, hogy valószínűleg Szent István korában itt templomépítés kezdődött, és hogy a sírok egy templom körüli temetőhöz tartoztak. Az első okleveles adat a Dömösi apátság birtokleveléből van, 65 kenyéradó szolgált sorolnak föl, aki az apátságnak a kenyeret biztosította. Ez nem jelent mást, mint hogy név szerint 65 család
volt, aki teljes mértékben adózott a dömösi apátnak. Ez az Árpád-kori ötfős családokkal számolva több mint 300 fős falut jelent, de nyilván nem mindenki volt kenyéradó szolga, mások is éltek a faluba. Ez azt jelenti, hogy abban az időszakban Ecser falu rendkívül erős volt, majdnem egy kis városka lélekszámával vetekedhetett az itt élőknek a száma. A falu az mint egy körbe ölelte a régészeti terepbejárás adatai szerint a templomot, körülbelül 1 kilométer hosszan kelet-nyugati irányban és körülbelül 500 méter hosszan a szélességében észak-déli irányban övezte körbe a templomot a házat. Valójában biztosak lehetünk benne, hogy egyszerre 65-70 ház biztosan állt a faluban, és azt is tudjuk, hogy már akkor is volt telekrendszer, és akkor is meghatározott rendben építették be a telkeiket az akkor körbenépített házakban lakó emberek. A környék az nem egészen így nézett ki, mint ahogyan most látjuk. Igaz, a Veker déli oldalán vagyunk az átterében, de a mai viszonyokhoz képest talán a szántók és a gabonaföldek voltak, ugye nyilván akkoriban kukorica nem volt. Kölest, rozsot és búzát, kicsoros búzát termesztettek, de a kaszálók, rétek, legelők a kiemelkedéseken, a magaslatokon volt a szántó, a mélyebb részeken pedig kaszálók, rétek, legelők voltak, illetve ugye erdőség húzódott a vízpart mentén, ahol elsősorban nyáras szél, azután tölgy és tölgyfák voltak a meghatározóak, és gyümölcsöt is termesztettek, részben az ártér közelében, részben a vizesebb területeken, elsősorban medgyet, almát, barackot és szilvát. Tehát valahogy egy rendkívül termékeny környezetben sok apró házacska állt. Ezek a házak úgy néztek ki, hogy alig csak a tetőzetük, a nyerek tetőzetük emelkedett ki a földből. Az viszont zöld színű volt, hiszen a nádat befették földdel és gyepet létesítettek rajta, és így módon, tehát ezek a kis kutyúk jelentettek a rossz időben menedéket az itt élők számára, egyébként pedig főként sátrakban és főként a szabadban éltek, a lakóházat kevésbé használták, tehát csak téli hidegben vagy esőben használták. Aztán az idő kereketelt, ugye a források azt mondják, hogy a tatárjáráskor elpusztult ez a település, kevéssé hihetünk benne, hiszen a templomban felhasznált építőanyag, mondjuk például a fejvával soványított 3 cm vastag téglákat, ha körbejárnak és megtalálják, ez a kora árpádkori, a késő árpádkori pedig azok a 6 cm vastag őrölt kerámiával soványított téglák, valamint a középkornak lehet tulajdonítani azokat a réti mészköveket, amelyek ilyen rendkívül kemények és nagy lyukacsosak, ezek körülbelül a törökkori átépítésre utalhatnak. Tehát sokszor megújították, átépítették a templomot, nem tudjuk, hogy az eredeti milyen lehetett. Ez a szentély a külső támpilléreivel és a gótikus boltozatával valamikor a 14. században épülhetett, de ha a hajó falát nézzük, akkor azt is látjuk, hogy azt is több ízben átépítették, viszont nincsenek támpillérei, ezért hát úgy gondoljuk, hogy ennek síkfödéme lehetett mindig a templom hajójának. A mérete viszont olyan kicsike, mint egy árpádkori templomnak a mérete, tehát a középkorban sem bővítették ki. Ennek pedig az volt az oka, hogy a lélekszám az árpádkorhoz képest a középkorban csökkent. A török időkből maradt fönt két okleveles adat, amikor egyszer 21, egyszer meg 28 házat említenek az 1500-as, 60-as, 70-es években, hogy ennyien fizettek adót a töröknek. Na most, hát nyilván akkor is már létezett az adóelkerülésnek a szokása, tehát a törökök adószedőkkel meg különösen jól meg tudtak az itteniek egyezkedni, így hát biztosak lehetünk benne, hogy többen éltek itt akkor, de kevesebben biztosan, mint az Árpád-korban. Tehát a középkori falunak a területe az körülbelül az Árpád-kori falu helyén helyezkedhet el, de akkor már lényegesen megváltozott a kép a török időben. Akkor körülbelül 70 méter széles, 100 méter hosszú portákon voltak a házak. A házak 5 méter szélesek voltak, általában ezt tudták áthidalni, és akár 30 méter hosszúak is voltak. Szoba, konyha, kamra alap szerkezetűek voltak, mint a mai parasztházak, és a szobák azok füstetlen lakószobák voltak, gyönyörű, szép kályhákkal fűtötték a konyhából őket. A
konyhák természetesen füstösek voltak, a fölmenő falak hófehérek voltak, és abban az időben is taposott szalmát, nádat szoktak használni a tető kialakítására. És mint tudjuk, továbbra is elsősorban a mezőgazdasággal foglalkoztak az itt élők, és egészen valószínűsíthető, hogy a 1596-ban bekövetkező török tatárdulás következtében pusztult el a település, hiszen attól kezdve az oklevelek sem említik meg, és a környéken talált régészeti leletek sem utalnak arra, hogy a falu tovább él. A temploma pedig megmaradt számunkra, mint egy gyöngyszemként és mint egy lehetőségként, hogy megteremtse azt a misztikus kapcsolatot a ma emberével, az 1000 évvel vagy 500 évvel ezelőtt intélt emberével. És ha most belegondolnak, hogy közel 1000 éve építették először itt a templomot, és ezt rófták évszázadokon keresztül, egészen 600 éven keresztül, majd romjaiban dacolt háborúval, időjárással, kőbányászással és egyebekkel, túlélt mindent, és ma lehetőséget kínál számunkra, hogy belsejében újfent misét élvezhessünk. Köszönöm szépen a figyelmet! Isten szeretete, és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvéreim, itt összejöttünk ennél a romtempomnál, valamilyen módon az ősök szólítanak meg bennünket, hogy igazából ahhoz a kultúrához, ahhoz az örökséghez, amely itt te előttünk föltárolt, valóban hülyek maradunk-e. És amikor erről gondolkodunk, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen kérhessük az Úristen segítségét az életünkhöz. A szentmisét a jelenlevőkért ajánljuk föl. Gyónom! A mindenható Istennek és nektek testvéreink, hogy sokszor és sokat végeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy véken. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és ideges testvéreim, hogy imádkozzatok életben, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életet. Uram, irgalmaz! Uram, irgalmaz! Uram, irgalmaz! Krisztus, kegyelmez! Krisztus, kegyelmez! Krisztus, kegyelmez! Uram, irgalmaz! Uram, irgalmaz! Uram, irgalmaz! Dicsőség a magasságban Istennek!